Na szóval, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, és hát itt is vagyunk, jaj, egy kerítésben, egy újabb fantasztikus lóvásárlós videóval, hiszen hát ugye szerdán érkezett nekünk a csodálatos, fantasztikus, elképesztők is lovagi tornához egy frissítés, és hát itt a lovagi arénához egy frissítés. Édes Isten ma mindennek neki megyek. És hát ezzel a frissítéssel érkezett be kettő új lóállat is, amit a mai nap folyamán bizony meg fogunk venni. Az egyik az nem más, mint ez az édes kis Gotland póni, aki így néz ki, 750 SC-be kerül, és egyébként hetes szintől megvásárolható. Őszintén egyébként úgy néz ki, mintha három darab Gotland póniból összegyúrták volna ezt az egy kis törpét, viszont nekem nagyon-nagyon, de nagyon tetszik. Egyszerűen imádom, rettenetesen tetszenek a foltjai, az, hogy nem szimmetrikusan néz ki, szerintem nagyon jól megcsinálták, és annak ellenére is nagyon-nagyon tetszik, hogy eléggé hasonlít három kis barátjára. Na de nagyon gyorsan meg is nézzük itt a jármódokat, van egy lépésünk, milyen csodálatos, hogy az SSO megcsinálta azt, hogy itt így jelenjen meg. Tehát van egy lépés, ami így néz ki, van egy ügetésünk, ami így néz ki, így mindig olyan aranyos... Ezt nem is vettem még eddig észre, hogy játszik a szájával közbe. Hát nézd már! Édes Isten, amiket nem veszek észre ennyi idő után! Van egy ilyen kis nagyon aranyos kis vágtánk, van egy galoppunk per versenyvágtánk, vagyis hát lassú galopp per versenyvágta, szerintem ez is nagyon-nagyon szuperul néz ki. Van még egy rendes galopp, ami eléggé érdekesen néz ki az én szerény véleményem szerint, és neki nincsen különleges animációja. Na de akkor nézzük is meg, és biztos, hogy nem lesz az a neve, hogy esélyanya. Ez mit jelent? Sosem találkoztam még ezzel a névvel, elnevezük arról. Na jó, azért ránézek, mit jelent? Szekúólia. Szépen magyarosan kimondva. Sze a uh, uh, olív, úgy, uh, uh. örökzöld mamut fenyők. Hát lehet, hogy nem egy örökzöld mamut fenyőnek kellene. Te egy örökzöld mamut fenyő vagy? Ki tudom mondani. Szerintem az. Na mindegy, Ö, nem ez lesz a neve akkor. Pedig csokocsipnek akartam elnevezni, de nem lesz itt zappájról elnevezve akkor a karoló. <coughs> Na mindegy. Mi ez az, az oszpray? Erre rá kell nézni. Ma együtt tanulunk angolul. Vállalat. Há. Egyébként meg egy ilyen rettenetesen csúnya madár. Mondjuk amúgy, amúgy, nem is annyira csúnya, csak hogyha közelről nézed. Messziről elég hiszem fenséges. Drága fiam, megtaláltam a neved. Úgyhogy Osprey lett a neve, ami egyébként egy ilyen kis szikla, szirti, madár, sos, cucli, mucli. Így néz ki egyébként karakterrel a hátán. Hát egyébként még mindig azt tudom mondani, hogy a pónik azok, eléggé érdekesen néznek ki a karakterünkkel, mint hogyha a karakterünk egy kicsit túl nagy lenne a pónikhoz, de ki vagyok én, hogy megmondjam. Elvileg az első figyelembe vette a 20%-os szabályt, hát nem, nem tudom. Nem tudom, egyébként magasságra tűnik inkább a karakter furcsának, mert eléggé kis magas. De hát ki vagyok én, hogy ezt megmondja. Minden esetre akkor vehetjük is a második lovat, aki egy fríz sportló, és ő az első harmadik generációs fríz sport a játékba, úgyhogy ő 950 sc kerül. Neki is nagyon gyorsan megnézzük az animációit, van egy lépés animációja, ez teljesen ugye az, mint a frízé. Van egy ügetés animációja, ez is teljesen ugyanaz, ugye nagyjából csak a szint cserélték le az animációkat, nem? A vágta is ugyanaz, ahogyan a lassú galopper verseny vágta is, illetve ugye a rendes galopp is teljesen ugyanaz. És ugye a frézeknek kettő darab különleges animációja van, van egy ez a felvezetéses ügetés, amikor hát egy kicsit megnyúlik ez az ügetés, de valahogy a mégsem, inkább csak ütemben gyorsul. Valamint van itt egy piruet, ami szerintem nagyon-nagyon szuperül, nagyon-nagyon jól néz ki. Oh, ez itt nem tudom, hogy mi volt, de köszönjük szépen. Megnézzük még egyszer hát, azért úgy megcsinálja. Hát, jó. Ez nem tudom, hogy miért van. Minden esetre elég érdekes, utána egy kicsit beakad. Na mindegy. És ő neki egyébként valami olyan nevet kellene találni, hogy hát, hogyha nem is White, akkor Winter. Van esetleg olyan név, hogy Willow. Van. Winter Willow. Na most a Willow az egy fűszfa-szerű dolog, úgyhogy egy ilyen téli fűszfa, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, egy ilyen kis uh, szinoníma, vagy hát nem szinoníma, inkább csak egy utalás arra, hogy mennyire kis szép fehér ez a ló, vagy hát kinek, hogy tetszik, valaki szürkének fogja mondani, valaki fehérnek. Egyébként ez egy érdekes téma, és lehet, hogy a jövőben csinálok. Uh, Videót arról, hogy mikor is fehér egy ló, hiszen egyébként a köztudattal ellentétben igenis létezik fehér ló, de hát ugye lovasokként nagyon-nagyon szeretjük emlegetni azt, hogy fehér már pedig nincs, csak szürke. Továbbra is nagyon-nagyon szépek a frízek, úgyhogy ez a lóállat is jó helyen lesz nekem, és hát még várhat egy pár évet, hogy kiedzem. Viszont nagyon-nagyon fenséges lóról beszélünk, és egyszerűen imádom. Írjátok meg kommentbe, hogy ti vettetek-e az új lovakból, vagy egyáltalán tetszik nektek. Ha tetszik, akkor írjátok le, hogy miért tetszik, ha nem, akkor pedig írjátok le, hogy miért nem, hiszen meg tudom érteni, hogyha mondjuk valakinek maga a fajta nem tetszik, vagy mondjuk esetleg a színek. Viszont őszintén kíváncsi vagyok arról, hogy mi a játékosoknak az összbenyomása, vagy hát átlag ezekről a lovakról, hiszen elég érdekes képet fogunk tudni kapni arról, hogy a játékosok éppen milyen szőrszíneket szeretnek. Na de nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, bízok benne, hogy legközelebb találkozunk. Úgyhogy eddig is, sziasztok!